Hazai korlátozó szigorítások bevezetése nem indokolt, de meg kell akadályozni a vírus behurcolását külföldről. Ezt mondta Gulyás Gergely a kormány koronavírus járványjal kapcsolatos friss döntéseit ismertetve. A miniszter bejelentette, szerdától a határokon visszaáll az ellenőrzés. Az országokat a fertőzöttsége alapján három csoportba sorolják majd, zöld, sárga és vörös színnel jelölve. Jelenleg a korlátozás nélküli zöld kategóriában van a legtöbb uniós ország, Románia, Bulgária, Portugália és Svédország már a sárga kategóriába tartozik, így ezekről a helyekről hazatérve már egészségügyi vizsgálaton kell látesni. Ennek a költségét augusztus 1-ig az állam állja. A zöld magáért beszél, ott a fertőzöttség mértéke alacsony, ezért a kockázat a határátlépés tekintetében vállalható. Ahol kevésbé súlyos a fertőzöttség mértéke, ott sárga, ahol a fertőzöttség mértéke súlyos, ott pedig piros jelzést használunk az egyes államoknál ezt a listát a kormányrendelt megjelenésével egyidejűleg az országos tiszti főorvos teszi közzé, tehát tiszti határozatban jelenik meg időről időre az országoknak a listája. És külön elbírálás vonatkozik a magyar állampolgárokra, erről is beszélt a miniszterelnökséget vezető miniszter. Magyar állampolgár esetén természetesen zöld jelzésnél bárki bármilyen kontroll nélkül beléphet, ebben nincs különbség külföldés és magyar állampolgár között. Abban az esetben, ha sárga vagy piros jelzéssel besorolt ország területéről lép be magyar állampolgár, akkor a határon egészségügyi vizsgálatnak esik alá, ha ez a fertőzés gyanúját igazolja, akkor automatikusan karanténba kell vonulni a 14 napra. Ha a határon történő egészségügyi vizsgálat nem igazolja a fertőzés gyanúját, akkor akkor is karanténba kell vonulni. Ez alól kivétel az, hogyha a megelőző öt napban 48 óra időkülönbséggel két negatív tesztet, koronavírus tesztet tud igazolni, hitelt érdemlően okirati formában.